Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A mai műsorban egy olyan fiatalembert mutatok be önöknek, aki energiát nem kivélve évek óta kutatja a Székesfehérvár történetét, beleértve a gazdasági történetet, az épületek történetét, sőt még a lakók történetét is. Fogadják szeretettel vendégünket, Váci Márkot, a Magyar Városkutató Intézet topográfiai munkatársát, a Fekete-Sas Társaság elnök helyettesét. Köszönöm, Márk, hogy vállaltad a mai beszélgetést, és hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a meghívást. Az első és fontos kérdés, hogy tulajdonképpen hogy is lesz valakiből kutató? Nyilván te sem úgy kezdtél el beszélni, hogy azt mondtad otthon a kapunak, hogy én kutatni fogok, méghozzá Székesfehérváron. Így van. Hát igazából nálam ez az általános iskolában kezdődött a felsőben, amikor érdekelni kezdett a magyar nyelv, magyar irodalom, meg egyáltalán a történelem, és tulajdonképpen innen indult az egész. És aztán én ki is tartottam egyébként amellett, célom mellett, hogy akkor én történelemmel szeretnék elsősorban foglalkozni. Már a középiskolában is ez érdekelt leginkább, és egyébként a tanáraim is ebbe az irányba irányítottak, erre felé mozdítottak el, és tulajdonképpen hát az egyetemi jelentkezésemet is aztán így adtam be. Pécsi Egyetemen kezdtem el a történelem szakot, és aztán ezt kiegészítette egy néprajz mesterképzés tulajdonképpen. Mi volt a terv, hogy aztán a diploma után mivel foglalkozol? Hát megmondom őszintén, tanítani nem szerettem volna, és egyébként valahogy ez az elhatározás az a mai napig is megvan, tehát hogy én nem vagyok alapvetően egy pedagógus alkat. Bár nagyon szeretek olyan dolgokról mesélni, amelyeket mondjuk az évek során, vagy akár a hónapok során összegyűjtöttem, ezt a tudást átadni, de a nevelés az valahogy nem az én alkatomhoz passzol. Úgyhogy inkább a tudás átadásnak ez a párbeszéd jellegű része az, ami hozzám élik. Tehát én mindig is azon gondolkodtam, hogy én kutatni szeretném a történelmet. Azt nem tudtam még pontosan, hogy milyen formában fog ez majd megtörténni, hogy esetleg muzeológusként, levéltárosként, vagy szimpla, most bocsánat, hogy ezt mondom a kollégáktól, elnézést kérek, szimpla, egyszerű mezei történészként tulajdonképpen. Hát meg igazából nem is nagyon tudtam még akkor, hogy milyen lehetőségek vannak nyilván. Az egyetemen melyik időszak érdekelt? Igazából mindig az az időszak érdekelt, amivel éppen foglalkoztunk. Leszámítva talán az őskort. Szerintem a gyerekeket az egy időben érdekli, aztán elkezdi egyre kevésbé érdekelni. Az egyetemi szinten meg azért ez főleg fontos szerepet játszik. Ott mi régész hallgatókkal voltunk együtt, őket ugye szinte minden korszak érdekelte folyamatosan, nálunk meg mindig az volt előtérben, amivel az ember éppen foglalkozott, meg amire éppen tanítottak minket. De voltak egyébként kedvenc korszakaim, tehát például a reformáció időszaka az, ami nagyon érdekelt, és aztán gyakorlatilag az utána következő török uralom időszaka Magyarország tekintetében, és hát leginkább a 20. század. Aztán a szakdolgozataimat is gyakorlatilag ebből írtam, 20. század második feléből. Nyilván nem először találkozunk és beszélgettünk már a szakterületről, amelyen most dolgozol, és amelyről már nagyon sok munkát mutattál fel. Székesfehérvár város részeiről van szó. És amikor beszélgettünk a városrészek történetéről, nekem feltűnt, hogy mint kutató legalább annyira ismered a városrész gazdasági fejlődését, az épületek fejlődését, a művészetet, a kultúrát, és még a lakókról is. Azért ez elég összetett. Hát ugye erre mondja a Székely bácsi a viccben, hogy mindenhez is ért tulajdonképpen. Én azért nem biztos, hogy ilyen nagy képű lennék, azt mondanám, hogy mindenhez is értek. Igyekszem mindenbe belekóstolni inkább, ami leginkább érdekel. Ezek a kutatási területek, meg egyáltalán a témák többnyire úgy adódnak, hogy érkezik mondjuk egy megkeresés, vagy érkezik mondjuk egy pályázati lehetőség, amire ki kell dolgozni akár egy kutatási programot, akár egy tematikát. És hát nyilván mindig megnézem, illetve kollégákkal együtt megnézzük azt, hogy mi az, amit érdemes kutatni, akár városon belül, akár megyei szinten, és például az ipartörténeti kutatás is egy pályázatból, egy városi pályázatból nőtte ki magát. A városrészek kutatása is tulajdonképpen így indult meg mindkettő az önkormányzat támogatásával,
valósult meg az első évben, és aztán úgy döntöttünk, hogy akkor ezt érdemes lenne tovább folytatni. Illetve magának a munkának a célja, ami 2014 végén elindult, az az is volt, hogy a 2009-ben megjelent Székesfehérvár kötetet, ami a Magyarország műemlékei sorozatban látott napvilágot, olvasóbarátabbá tegyük, közelebb hozzuk a laikus közönséghez, és megtöltsük személyes történetekkel azokat az épületleírásokat, amik egyébként ebben a kötetben megtalálhatók. Hát egyébként ezek a munkálatok a mai napig is tartanak. Gyakorlatilag az előző kötetnek a munkái már a 80-as években elkezdődtek, tehát ha lehet azt mondani, mi még nagyon az elején tartunk egyébként ennek a folyamatnak. Egy picit előre ugrottunk, de érdekelne az is, hogy a diploma után hogy kerültél a Magyar Városkutató Intézethez? Hát akkor még maga az intézet egyébként nem létezett, voltak különböző előd intézményei, meg előd cégei. Én egy műemléki topográfiai projekt során kapcsolódtam be igazából ebben a munkába. Ez állt egy térinformatikai és egy geodéziai képzésből, aminek volt egy kiegészítő vonulata, ez volt maga a műemléki topográfia. Tehát az, hogy mondjuk köztéri alkotásokat, középületeket, lakóépületeket, egyáltalán mindent, ami akár egy adott településen megtalálható és közérdeklődésre számot tartott, és az épített örökség része, azt hogyan lehet feltérképezni, milyen források vannak ehhez, hogyan lehet bemutatni, megismertetni a nagy közönséggel, hogyan lehet mondjuk egy adatbázist ebből összeállítani, és ez a munka kezdődött meg tulajdonképpen, már a képzés során is folyamatosan zajlott. Laikusként nehéz elképzelni, hogy hogy nézhet ki egy ilyen kutatómunka. Ugye említetted a kötetet, amiből elindultatok. Hogyan tovább? Tehát egy kutató levéltárról levéltárra, vagy akár az utcákat járva, akár az ott élőket kérdezve? Tehát mi mindent csinál egy kutató ahhoz, hogy le tudjon írni egy biztos tényt egy település történetéről? Gyakorlatilag az, amit felsoroltál, ebből áll a mi munkánk, kiegészítve a könyvtárral, kiegészítve a múzeumnak a fotótárával, adattárával, most már rengeteg internetes adatbázis is van, kezdve a fotóktól, képeslapoktól, gyakorlatilag a konkrét újsághírekig, újságcikkekig, vagy akár életrajzi adatokig. Tehát most már azért az internet is egy ilyen klasszikus gyűjtőterületté vált. Vannak olyan kutatók, akik kifejezetten az interneten végeznek kutatásokat, de nyilván azért a közgyűjteményekben ugyanúgy folyik a munka, illetve hát a még élő szemtanúk, tehát azok, akik még a visszaemlékezéseket el tudják mondani, vissza tudják idézni mondjuk azt, hogy az ő gyerekkori szülőházuk vagy lakóházuk hogyan nézett ki, ők is nagyon fontos forrásanyagot szolgáltatnak nekünk. Egy régész az ásatások során talál valamit, mondjuk egy korpuszt, vagy bármit talál. Nyilván felpörög a szíve, és hatalmas nagy lelkesedéssel folytatja a munkáját, és azért ott az egy eufórikus érzés, a kutató esetében is van ilyen? Hát a kutató esetében akkor van ilyen, hogyha valamit kap. Ugye a kutató bemegy mondjuk a levéltárba, vagy a könyvtárba, bár a könyvtár az egy kicsit más ilyen szempontból, hiszen ott ugye lehet kölcsönözni nyilván. Hát ha nekem megtetszik egy kötet, azért ott hagyom a kutatóteremben, tehát nem viszem haza magammal, de előfordult már olyan, és most is olyan tárgyakat hoztam ugye magammal, amikor mondjuk egy előadás után a résztvevők közül valaki megkeres, és azt mondja, hogy hát ilyen és ilyen tárgyak vannak az ő birtokában, édesapjától, nagypapájától, valamelyik ősétől, vagy egy régi szomszédtól, és ő ezt mondjuk szeretné valakinek továbbadni, tovább hagyományozni, vagy esetleg szeretné beadni a múzeumba, de nem tudja, hogy hogyan megy ennek az útja. Esetleg a múzeum éppen nem tud befogadni újabb tárgyakat, mert mondjuk felújítanak, átalakítanak, stb. Tehát nincs olyan kapacitása. Na, olyankor a kutatón állandolnak azért különböző dolgok. Fotók, munkakönyvek, számlatömbök, amit ugye most itt behoztam, meg még rengeteg egyéb irat és minden. Így előbb-utóbb egy kis saját múzeumod is lehet. Mutasd be nekünk, miket hoztál. Hát az első, amit hoztam, az egy munkakönyv. Olá Péter Ács 1848-ban született. A Székesfehérvári Ipartestület 1887-ben állította ki az ő munkakönyvét. Megtalálható benne a személy leírása, megtalálható az, hogy hol dolgozott, milyen iparosoknál, mestereknél tevékenykedett, mikor szabadult fel, tehát mikor lett önálló, és milyen tevékenységet végzett ezen belül. Esetleg, hogyha volt különböző egyesületeknek a tagja,
akkor ott fizetett tagdíjat, nem fizetett tagdíjat, bár ezeknek az egyesületeknek, társulatoknak egyébként saját tagkönyveik is voltak nagyon sok esetben, akár itt Fehérváron is, tehát ezek külön dokumentumokban megtalálhatók. A másik, egy 1948-ból származó dokumentum, Bori Pál bronzöntő mesternek, Bori Jenő testvérének egy számlakönyve, 1948. augusztus talán 24-ével indul, és nagyjából az év végén zárul. Ebben egyébként nagyon jól fel lehet ezt mérni, hogy ebben a 4-5 hónapnyi időszakban ő például milyen testületeknek, illetve milyen közületeknek dolgozott. Ugye ez már a II. Világháború utáni időszak, ugyan még a tanácsrendszer előtt, de már az átalakulás idején az első TSZ-ek például már léteznek, néhány állami gazdaságnak a számlája is megtalálható benne. Ez is egy izgalmas dokumentum, de hát arra mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogy ezek már csak az Indigóval készült másolatok. Tehát ugye az eredeti számlák azok vagy a cégek utódainál, vagy pedig a levéltárban találhatók meg jó esetben, rosszabb esetben pedig ugye hát már elenyésztek. Nyilván ezek a könyvek neked kincsként jelennek meg, de mint kutató egy-egy ilyen, például egy munkakönyvből mit tudsz levonni a korból, vagy mit tudsz ettől hozzátenni a kutatásaidhoz? Hát ha megnézem mondjuk a kezdődátumot, meg megnézem a végdátumot, akkor be tudom satszolni, hogy nagyjából mekkora volt az az életpálya, amit mondjuk az illető befutott. Hány munkahelyen dolgozott például. Nem lehet azt mondani, hogy vannak tipikus esetek, amikor mondjuk valaki 1-2-3 munkahelyen dolgozott, és aztán onnan ment nyugdíjba, főleg mondjuk az 1880-as évekből, amikor még nyugdíjrendszer, mint olyan. Ugye a mesterembereknél nem létezett gyakorlatilag, viszont nagyon sok egyéb szempontból ez egy jó forrásanyag lehet. Hiszen esetleg megtalálható benne az is, hogy kik voltak az ő családtagjai, az, hogy honnan származott az illető, honnan jött ide a városba, hol töltötte például a tanonc időszakát. Van, aki egész sok helyen megfordult egyébként az alatt a pár év alatt, amíg megtanulta a mesterségét, illetve hogy milyen munkahelyeken fordult meg. Ebből néha a cégtörténetekhez is nagyon jó forrásanyagok vannak, hiszen hogyha azt nézem, hogy az illetőt mikor kezdték el foglalkoztatni, és összevetem mondjuk több hasonló helyen dolgozó illetőnek az anyagával, akkor nagyjából be tudom lőni azt, ha nem is napra pontosan, hogy mikortól létezett mondjuk az az adott cég, esetleg mikor szűnt meg. Bori Pál számlatömbje biztos, hogy ennél még többet mesél. Hogyne? Hát egyrészt ugye magánszemélyeknek a megrendeléseit tartalmazza, nyilván egyébként fillére pontos kimutatással, mindegyik szépen illetékbélyeggel ellátva, a végén jelező legmélyebb tisztelettel Bori Pál, tehát ő mindig megadta egyébként a tiszteletet a kuncsaftoknak, illetve hát különböző egyéb testületeknek is dolgozott, akár a városi hatóságnak, akár a városi mérnöki hivatalnak, amikor mondjuk egy emlékművet kellett például helyreállítani, vagy akár, amit már említettem, állami gazdaságoknak, TSZ-eknek is. Tehát az, hogy mondjuk a mezőgazdasági eszközöknek a gyártásával ugyanúgy foglalkozott, mint mondjuk emlékművekhez bronzöntéssel, ez szerintem nagyon sok mindent elárul róla, hogy hogyan próbált például a II. Világháború után talpra állni. Van benne olyan számla, amit le tudunk követni, hogy teszem azt, van városban egy emlékmű, amelynek a számlája, a készítésének a számlája benne van ebben a tömbben? Ennyire részletesen még nem néztem át egyébként, ez még egy viszonylag friss anyag, azért is hoztam be, mert ez még mindig tart ez az élmény, tehát próbálom feldolgozni, hogy egyáltalán ezt így sikerült megszerezni. A belső borítóján van egy kisebb részletezés, ahol lehet azt látni, hogy ő mondjuk részletre adott ki számlát, tehát hogy azoknak, akiknek nem volt lehetőségük, akár magánszemélyeknek, akár mondjuk a fehérvári városi vezetésnek, hogy egy összegben fizessék, ő szépen ezeket a részleteket egyesével bevéste a könyvnek a belső borítójába, és amikor az illető kifizette, akkor egy nagy pipával ugye gyakorlatilag kiegyenlítette ezt az összeget. Mely városrészek állnak hozzád a legközelebb a kutatási munka során? Hát, hogyha a családomat tekintem, az édesanyámnak a családját, akkor leginkább a vízi város az, ami hozzám közel áll, hiszen ő is ott nőtt fel, ott volt gyerek. Én a nagymamámnál nagyon sokat nyaraltam a Rákóczi utcában, akkor ő már panelban lakott. A Móricz Zsigmond utcában laktak egyébként előtte, ahol most egyébként én dolgozom, néhány házi távolságban.
A Víziváros az egy meghatározó városrész volt az én életemben, bár nem ide jártam általános iskolába, hiszen nem itt laktunk már akkoriban gyerekkoromban. Laktunk a Szedres kerten is, akkor még nagyon pici voltam, tehát ezekre nem emlékszem. Egy-két ismerős azért még azért van itt a városban, hál' Istennek, abból az időszakból. A Felsőváros az, ami egy ilyen kiemelkedő, még a Víziváros mellett mindenképpen, hiszen a családnak a másik része az innen származik, a nagypapai ág, és valahogyan itt kapcsolódtak össze. Amivel még kevésbé foglalkoztam, de mondjuk a nagymamám és a dédszüleim szempontjából nagyon fontos, az az Alsóváros és a Sóstó, hiszen ők alapvetően onnan származtak, gyakorlatilag két paraszt család találkozott itt a városban egymással. Tehát ami tudásod megvan, az a Víziváros, a Felsőváros, az Almási telep, de ezt lehet mondani, hogy akkor mondjuk a Vízivárosban befejeződött a kutatás? Egyáltalán be lehet fejezni? Nem, ezt sose lehet befejezni. Tehát pont most született egy ötlet egy palotavárosi előadás után, hogy Nagykanizsának például van egy nagyon jó adatbázisa, amit egy helyi lelkes kutató fiatalember bonyolít, a városi könyvtáron keresztül házról házra bemutatja a városnak a történetét. Visszaemlékezéseken, fotókon, különböző dokumentumokon keresztül, és van olyan fehérvári ismerősöm, említsük meg név szerint Szencine Zsuzsa, akivel az előző adásban beszélgettél, akinek van családi kötődése Nagykanizsán, és ő vetette fel ezt az ötletet. Én különböző Facebook csoportokban benne vagyok, amik ilyen városi tematikus, akár történelm, akár jelen időkről szólnak, és én ott felvetettem ezt az ötletet, hogy mit szólnának hozzá a tagok, és egyértelműen azt mondták, hogy igen, erre lenne szükség, és ezt jó lenne megcsinálni. Ez egyrészt nekem azért jó, mert ugye a ház történeteket tudom kapcsolni az épület leírásokhoz, közelebb vihető ugye ezáltal a helyi lakossághoz, vagy egyáltalán ahhoz, aki ide érkezik a városba, és szeretne megismerkedni a történetével, illetve kibontakozhat belőle tényleg egy olyan nagyívű kutatás, ami nem mondom, hogy unatkozom most, mert soha nem unatkozom, de ami biztos, hogy a következő évtizedekre rengeteg munkát fog adni. Biztos sok olyan van, amit te találtál meg, amit te tudsz, és nagyon kevesen rajtad kívül. Mire vagy a legbüszkébb? Mi okozta a legnagyobb örömet, amikor úgy rájöttél, és le tudtad írni, hogy ez így volt valamikor? Igazából ezek olyan felfedezések, amik már korábban megtörténtek. De mondjuk egy ilyen 80 vagy 90 éves dokumentumban sikerült ezt megtalálni. Mondjuk egy internetes adatbázis révén, egy gazdasági vagy egy helyi címtárból sikerült egy adatot kigyűjteni, és mondjuk egy adott épületről így be tudtam bizonyítani, vagy le tudtam írni azt, hogy adott illetőhöz tartozott. Adott mesternek volt például a lakóháza. Mondhatunk konkrét példát? Nem tudok most konkrét példát mondani, az a helyzet. Történész vagyok, de az évszámokat és az adatokat nagyon nehezen jegyzem meg. Ha ott van előttem a papír, akkor nagyon gyorsan bevillan. Ha írok egy tanulmányt, akkor nagy valószínűséggel két nap múlva már nem tudom megmondani, hogy miről szólt. Csak úgy nagyjából. Mivel a rádióban már beszélgettünk, erről segítek, én úgy vettem észre, hogy a Havranek családot nagyon szeretted. Havranek családot is. Velük foglalkoztam most egy időben. Egyébként nem vagyok az a klasszikus történész, aki mondjuk így különböző családokra rááll, és akkor azoknak a történetét kutatja végig. Mindig vannak ilyen szerencsés lehetőségek, meg szerencsés esetek, amikor mondjuk ismerősökön keresztül sikerül valamilyen családnak a történetébe belecsöppenni. Én például tartottam most 11-én a Havranek családról egy előadást. Ott például az egyik leszármazott, ő körbeküldte a családjának ezt a meghívót e-mailben. 30-an voltak ezen az előadáson, és ebből majdnem 15-en a családnak a leszármazottai voltak, úgyhogy ebből kerekedett egy családi találkozó is. Ami információkat én erről a Havranek családról tudok, az gyakorlatilag a családnak a saját weboldaláról származik, illetve különböző adatbázisokból, meg gyűjteményekből. Úgyhogy nekem mondjuk az ő szempontjukból új felfedezésem nincsen, ugyanakkor nekik rengeteg sok új információ volt, ami ebben az előadásban elhangzott, és az egyikük mondta is, az egyik úriember, hogy most már legalább tudom, hogy mit nem tudtam eddig a családomról.
Úgyhogy ami új felfedezés számomra, az leginkább az én családomnak szenzációs, amikor a saját felmenőimnek a történetével foglalkozom, és azt kutatom, részben a Csutora temetőnek a kutatása kapcsán, bár az is családi indítatásból indult el, hiszen ugye dédmamám ott nyugszik, az ükszülők és még számos egyéb felmenő, tehát az inkább családi körben szenzációs, viszont vannak olyan ismerőseim, akiknek kis túlzással mondhatni azt, hogy félfehérvár a rokonuk, és amikor én küldöm az illetőnek az előadás anyagát, mert ő ezeken nem tud részt venni a munkarendje miatt, akkor ő folyamatosan küldi azokat a neveket, amiknek az ő rokonságában egyébként előfordultak. Ő is felmenőm volt, ő a dédmamámnak a testvére volt, stb. És vannak olyan visszatérő személyek, akik rendszeresen kérnek ilyen szempontból egyébként segítséget. Ne felejtsük el, hogy a Fekete Sas Társaság elnök helyettese is vagy, hogy kerültél a társasághoz? Hát néhány éve ismerkedtem meg az elnök asszonyal, Fontana Eszterrel, illetve az akkori elnök helyettessel, Pintérné Tóth Viktóriával. Ő egy lelkes grafikus egyébként, fiatal grafikus, aztán úgy adódott az élet, és hát a munkája elszólította Budapestre, úgyhogy én átvettem ezt a posztot tőle. Akkor nekünk már voltak különböző közös munkáink, kutatások, közös rendezvények, értek ez alatt várostörténeti sétákat, különböző 19.-20. századról szóló előadásokat, mondjuk a társas élet kapcsán, vagy a zenei élet kapcsán, úgyhogy volt már egy ilyen közös múltunk gyakorlatilag, és aztán tavalyi évben adódott ez a váltási lehetőség, amikor én így bekapcsolódtam gyakorlatilag elnök helyettesként aktívan is a társaságnak a munkájában. Ez milyen munkát jelent? Hát ez most jelen esetben jelent egy szervező munkát, hiszen éppen egy novella pályázatnak a kellős közepén vagyunk. A jelentkezési időszak az lezárult, most éppen a kiértékelés zajlik, egy háromtagú bírálóbizottság bírálja el ezeket a munkákat, és hát emögött is azért rengeteg szervezési munka van. Hál' Istennek a társaságnak azért a mindennapi életét azt nem kell nekem annyira aktívan szervezni, bármivel elnök asszony Németországban él, most nagy valószínűséggel egy olyan helyzet adódik, hogy ebbe is aktívabban be kell majd kapcsolódnom, akár egy közgyűlés lebonyolítása, akár közös rendezvény megtartása kapcsán, hiszen ezek a közös rendezvények a Városkutató Intézet és a Fekete Sas Társaság közös rendezvényeiként szoktak egyébként megtörténni, illetve szeretnénk azért a tagságnak a körét is bővíteni, és ezt a feladatot én egyértelműen magamra vállaltam, mivel én vagyok az, aki a városban és a megyében mozgok. Mi a fő célja a társaságnak? A társaságnak az egyik fontos célja az az, hogy a Fekete Sas szálló étterem és kávéháznak a történetét megismertesse a nagy közönséggel, illetve hogy javaslatokat adjon akár a város vezetésének, akár az aktuális véleményformálóknak arra, hogy hogyan is lehetne ezt az épülettömböt hasznosítani napjainkban. Ez azt jelenti, hogy kutattad a Fekete Sas szálló történetét is? Én a történeti kötetnek a szerkesztésében és a lektorálásában vettem részt. Valamennyire ismertem már korábban is egyébként az épületnek a történetét. Amikor végigolvastam ezeket a fejezeteket, hát akkor már sokkal többet tudtam róla természetesen. Mielőtt én bekapcsolódtam volna a társaságnak a munkájába, már létrejött az a kutatógárda, akik egyébként folyamatosan feldolgozzák a különböző történeti dokumentumokat. Ez jelenti most például a különböző újságcikkeket, amik székesfehérvári vagy országos lapokban megjelentek, és mondjuk a Városi Levéltárban megtalálhatók. Illetve most már azért én is, hogy különböző adatbázisokat használok, azért bújom folyamatosan, és a különböző címszavakat beírva azért keresem én is a Fekete Sasra vonatkozó információkat. Köszönjük szépen a kutatásaidat, hiszen ez mindannyiunknak sokat jelent, többet tudhatunk meg saját környezetünkről, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. Kedves nézőnk, az előző műsorunkban Váci Márk volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.